Ugyanaz az EU-s agrártámogatási rendszer nem kifejezetten termelőbarát, viszont a magyar gazdák számára kifizetett támogatások összege a kontinens többi országához képest igencsak kedvező, és ezentúl még gyakorlatiasabb stratégiával fogják segíteni a gazdákat. Az agrárpolitikai aktualitásokról tartott 60-ban gazdafórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Vármegyei Szervezete a térségben élő és tevékenykedő gazdák számára a közeljövő lehetőségeiről és feladatairól. Nagyon fontos, hogy a vidékfejlesztési program plusz keretében valamennyi pályázati lehetőség működik. 2024-ben nagyon sok VP plusz jellegű támogatásunk is, szinte minden hónapban folyamatosan jelennek meg a támogatások, illetve most a mezőgazdasági földterületek azok műveléséhez kapcsolódó támogatások elszámolása zajlik már és az Európai Unióból ezek a pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre állnak. Ne felejtsük, hogy a magyar kormány nagyon nagy mértékben hozzátesz ezekhez a forrásokhoz. Szó volt a föltörvény változásairól arról, hogy a gazdák hogyan tudják átadni a birtokaikat az utódoknak, a jövő nemzedékének, akik viszik tovább a termelést. A fiatal gazdáknak folyósítható támogatás 157 euró hektáronként az idei évben, ezzel Magyarország a negyedik az EU tagállamok között. A közös agrárpolitika aktualitásairól, kérelem benyújtási kérdésekről, a jövedéki adózásról is szó esett a gazda fórumon. Nagy a kihívás, tudjuk az ukrán gabona problémakörét, tudjuk azt, hogy a piacainkat meg kell védeni, erősítenünk kell, az árakat növelni kell, akár a kertészet, utalok itt a szőlőre, akár az állattenyésztés területén, de talán a legfontosabb a növénytermesztés területén. Itt a gabona, a napraforgó, a kukorica, a... nagyon fontos, hogy a piacon mennyire biztosan tudjuk eladni, és mennyire tudjuk értékesíteni, nem jó dolog a raktárakba ott látni a nyári betakarítás előtt az előző évig a Ez fontos, hogy ezt meg tudjuk oldani. Nagyon sok dolgú beszéltünk két mai napon. Én köszönöm szépen az agrárium vezetőinek, hogy eljöttek és tájékoztatást adtak. Nincsenek könnyű helyzetben a gazdálkodók az idei évben sem, éppen ezért a közös agrárpolitikai stratégia tervében több olyan módosítás lesz a jövő évtől, amely a gazdák érdekeit szolgálja. A jövőben alkalmazkodni kell a klimatikus és gazdasági viszonyokhoz. Olyan változások mentek végbe ugyanis, amelyek miatt nem lehet ugyanúgy gondolkodni a mezőgazdaságról, mint korábban. Lőrinci város önkormányzata és egy energiakereskedő cég jóvoltából a lőrinciek élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy ingyen jussanak ledes izzóhoz, csökkentsék a villanyszámlájukat és tegyenek azért, hogy kevésbé terheljék a környezetet. A ledfényforrás akár tíz éves élettartamának köszönhetően sokkal kevesebb hulladékot termel, mint a hagyományos izzó. A ledcsere.hu oldalon már elkezdődött az ingyenes izzócsere regisztrációja a lőrinciek számára. Az a lényege, hogy egy internetes felületen regisztrálni kell minden lakosnak, aki szeretne ezt igénybe venni. Az első lépés az, hogy a lecsere.hu oldalon a jelentkezés gombra, az a jobb felső részén van a lapnak, meg, be kell jelentkezni, tehát meg kell nyomni a gombot, és akkor a személyes adatok megadásával kezdődik, utána pedig meg kell adni a fényforrásoknak a darabszámát, hogy melyik szobában milyen fényforrások vannak, milyen fogyasztással. A harmadik lépés pedig az lesz, hogy a dokumentumokat fel kell tölteni, tehát fel kell tölteni a személyigazolvány, lakcímkártya és a, a számlának az adatait. Ezeket be kell előtte fényképezni vagy szkennelni, és ezeket fel kell tölteni az oldalra. Utána pedig a negyedik lépés az lesz, hogy a személyes adatokat meg kell adni, ki kell tölteni ugyancsak ugyanígy ezt az oldalt, és az ötödik oldalon pedig a véglegesítés lesz, ahol vissza lehet ellenőrizni a megadott adatok helyességét, valamint ki kell tölteni, ki kell pipálni a nyilatkozatot, hogy el kell fogadnunk, illetve az utolsó lapaján lévő átvevő helyén pedig a Lőrinci Város önkormányzatát ki kell választani. A legutolsó lépésként a regisztráció véglegesítése gombra kell rákattintani, ha minden adat megegyezi. Arra kell figyelni, hogy a mai nap indult, és december 15-ig péntekig lehet ezt a regisztrációt elvégezni. A regisztráció feldolgozása után pedig majd kapunk egy e-mail címünkre egy levelet, amiben meghatározzák, hogy hány izzót kap a lakos, vagy kapunk és akkor onnantól kezdve pedig a tavasszal ezek az izzók kiosztása fognak kerülni. Egy átlagos magyar háztartásban 20 darab izzó található, mely a teljes villanyköltség közel egy harmadát jelenti. A lecsere.hu weboldalon található kalkulátor segítségével könnyen kiszámolható éves szinten milyen megtakarítást eredményez, ha korszerű izzókkal világít valaki az otthonában. A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a jelentkezést visszaigazoló e-mailben található linkel a jelentkezési szándékot valaki megerősíti. okos otthonok, programozott gyártási technológia, önvezető gépjárművek. Robotok és mesterséges intelligencia vesz körül bennünket. A technológiai fejlesztések ma már behálózzák az életünket, legyen szó otthonunkról vagy környezetünkről. Ha egy nyolcadikos tanuló azon töpreng, vajon mi jelentheti a biztos jövőt a számára, merre menjen tovább tanulni, akkor az egyik legjobb helyre érkezett a DC nyílt napjaira. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum legnagyobb oktatási intézményében 60-ban a Damjanics János Technikum szakképzőiskola és kollégiumban idén is várták a végzős általános iskolásokat, akiknek számtalan okot vázoltak fel, miért éri meg egy jó szakmát tanulni a dc ben Iskolánk, mint technikumban, mint pedig szakképzőiskolai képzési típusban széles kínálatot nyúlt a ide látogatóknak. Technikumban négy ágazatban, öt szakmát tudnának elsajátítani hozzánk jelentkező tanulók. Újdonságképpen jelentkezik a sportedző és sportszervező szakma. Azt gondoljuk, hogy hiánypótló, figyelve a munkaerőpiaci igényeket, ez a típusú képzés, ugyanis itt a közelünkben nincsen ilyen típusú képzés, illetve legközelebb Egerben található hasonló képzés már kerestek a különböző sportegyesületek, illetve a konditermek, hogy szükség lenne a szakemberek pótlására, de hagyományosan a gépjármű mehatronikai technikus, a technikus, illetve a logisztikai technikus és nagyon felkapott és keresett szakma az ipari informatikai technikus mellett. Azért, hogy felelősségteljesen tudjanak dönteni a végzős általános iskolások, ki tudják választani, hol szeretnék folytatni a középiskolai tanulmányaikat, nem csak az iskolát, de a szakmaszer is bemutatták a Diszi-ben. iskolában hagyományos, jól bevált szakmákat oktatjuk, amivel a kis- és középvállalkozások munkerőpiaci igényeit elégítjük ki. Ilyen például a villanyszerelő, ez az egyik legfelkapottabb szakma, mind a nappali képzésben, de a felnőttek szakmai oktatásában, a felnőtt képzésben a top 10, illetve a top első helyen szerepel, annyira keresett szakma. Emellett van pék képzésünk, kőműves borkoló, kőműves és borkoló az építőiparban, épületgépészetnél a központi fűtés és gázhálózat rendszer szerelő, a kereskedelem ágazatban kereskedelmi értékesítő, ez a régebbi eladói szakmát váltotta fel. Büszkék vagyunk rá, hogy bármilyen üzletbe ők tudnak munkát vállalni, nincsen specializáció. Gépészetterületén gépészet a hegesztők számára nyújtunk képzési lehetőséget, illetve a specializált gép és járműgyártás ágazatban pedig a karosszélyi lakatosok, lakatosokat képzünk, ha és bútoriparban pedig asztalos képzést folytatunk. A nyílt napokon a gyakorlati megtapasztalás lehetőségével élve rájöhettek a fiatalok például arra, hogy mit kell tenni azért, hogy akár egy utcai ruhában beindítsuk az autót, ha az nem indul valamiért. A gépjármű mehatronikai technikusi képzés kapcsán egy gépjármű diagnosztikán vehettek részt, ahol megkeresték a nem működő alkatrészt és megjavították, és megtapasztalhatták a távvezérlésben rejlő lehetőségeket is. Az egyes ágazatokkal, szakmákkal és az az azokat bemutató tanárokkal több helyszínen ismerkedhettek a tanulók, és még diszis diákok is a nyolcadikosok segítségére voltak. A műszaki informatikus szakom vagyok, én már leérettségiztem, most vagyok az utolsó technikus évem. Hát a, itt főleg megtetszett ezek a robotok, ezekkel lehet itt foglalkozni, elég érdekes programozása, némileg játékos is, tehát ugye az enyém pont egy autó. Fejlődik a világ, ugye most de minden robotizálódik igazából, az informatika fejlődik, és egyre fontosabb. Most pont, hogy jön a mesterséges intelligencia, ezáltal már itt is megkaphatjuk kicsit ebben a részét, és tovább. A diákok az iskolaválasztás során több fontos szempontot is figyelembe vehetnek. A nyolcadikosok élőben köthettek be villanykörtét és bírhatták működésre, vagy éppen szerelhettek össze gépfegyvert. Honvédelmi tanulmányokkal ugyanis a disziben is nyílik lehetőség ismerkedni, többek érdeklődését már most felkeltette. Voltak, akiket megkérdeztünk, miben gondolkodnak, mi tetszett meg nekik. A pégszakma. A pégszakma? Igen tudja, hogy van például 60-ban ugye a Lipóti Pékség, Igen. milyen lehetőségekben gondolkodik? Én a... Én a Lipótiban nem annyira, mert inkább a magyarba mennék. Tovább. Ami sejtben? Igen, sejtkerül. A környező vállalatok munkaerőpiaci igényeihez igazodva az oktatási intézményben olyan képzéseket indítanak, amikre valós igény van a térségben. Az iskolában anyagi ösztönzővel is motiválják a tanulókat a minél jobb eredményekre. A gyakorlati helyeken elsajátítható szakmai gyakorlatot a cégek díjazzák, akár 100 ezer forintos havi juttatással is. Érdemes lehet megfontolni, egy jó szakemberre mindig szükség van. A 60. elszesen női felnőtt kézilabda csapat a november 18-án délután 5 órai kezdettel hazai pályán játsza a bajnokság soron következő mérkőzését. Az ellenfél a tabella második helyén álló VS Dunakeszi csapata lesz. Federes szabadidős lovas versenyt tartanak november 18-án szombaton délelőtt 9 órai kezdéssel heves alatkán. A küzdelemben különböző korú és lovaglási tudású gyerekek mérik össze ügyességüket és hátasai képességeit. A program két részből áll, délelőtt ugró versenyszámokat, délután pedig ügyességi versenyszámokat rendeznek. A verseny célja, hogy a gyerekek játékosan fejleszik lovaglási készségeiket és megmutassák tehetségüket. Az eseményre a belépés díja, így bárki megnézheti a látványos és izgalmas produkciókat. November 23-án csütörtökön délután 6 órától Aradi Tibor és Varga Ferenc József humorestjén vehetnek részt az érdeklődők Lőrinciben, a Művelődési Házban. A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. szombaton keleten lesz több felhő, itt helyenként még kisebb eső, északkeleten havas eső is előfordulhat. A változóan felhős napos időben helyenként alakulhatnak ki futózáporok, a magasabban fekvő tájakon akár hózáporok. Sokfelé erős viharos lökése kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban mínusz 2 plusz 5 fok várható, a csúcshőmérséklet 60 térségében pedig 7 fok körül alakul. Vasárnap egy melegfront felhőzete érkezik fölénk, több helyen előfordulhat kisebb eső, Északon havaseső havazás is. A délire, délnyugatira forduló szél veszíterejből csak helyenként északnyugaton lehet élénk. Kora reggel minusz 1 napközben 5 fokot mérhetünk. Hétfőn változóan időnként erősen felhős időre van kilátás, eső zápor északon északkeleten alakulhat ki. Az ország északi felén a nyugatias szél lehet élénk erős, napközben 13 fokot mutathatnak a hőmérők.